Ha olykor lassú esti sétán, az országút merengve páros sor jegenyéjét messze járom, és mögöttem elmarad a város, megállít a nagy búzaföldek ragyogása az esti napban. Csikós Sándor a Nemzet Színészet út Árpád verssel köszöntötte a Beregfürdői Redemciós Emlékpark avatására érkezett vendégeket. A Kossuth-díjas színművész Beregfürdő emeritus nagykunkapitánya. A Jászkun kerület 25 települése 1745-ben pénzért megváltotta elvesztett kiváltságait. A gyökereinket, azokat igenis erősítsük meg, ápoljuk. A múlt nem önmagában kell, hogy legyen, hogy csak büszkék legyünk rá, hanem azért, hogy erőt adjon nekünk ahhoz, hogy amik dicső dolgok voltak a múltban, ahhoz méltóképpen éljünk, ha pedig valami nem úgy sikerült, ahogy most arra büszkék lehetnénk, esetleg szégyenkezni kéne miatta, azokat helyre tudjuk hozni. Ez már a mi feladatunk. És ezt köszönöm nagyon Györfi Lajosnak, hogy ezzel az emlékparkkal ebben segítette Beregfürdő lakosait, és bízom benne, hogy Beregfürdő méltó lesz ehhez. A török háborúk után 1702-ben első Lipót király rendeletben törölt el a jászok és kunok korábbi kiváltságait, ezzel jobbágy sorba süllyesztve őket. Beregfürdő települése itt a nagykunság közepén jelet állított. Jelet állított az itt lakóknak, azoknak, akik távoli vidékekről jönnek, hogy ez a föld a kunoké volt és lesz. Mert tudjuk azt, hogy ragaszkodnunk kell a földhöz, mint fának a gyökereivel kapaszkodni, hogy ne fúrhassa szél, ne téphesse vihar, ne dőlhessen ki. És mi kunok ragaszkodunk foggal, körömmel, gyökerekkel ehhez a földhöz. A Magyarországgyűlés 2014. februárjában történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át, a Jászkun Redemció emléknapját.